Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégegyüttesek képviselőit. A házigazdák rövid köszöntője után már kezdődhetett is a közös művelődési műsor. Volt mit bemutatni a találkozón. 8 délbácskai, szerémségi és középbánáti település lépett fel. A tamásfalviak a legkisebbek produkcióját is elhozták Bács-Fekete-hegyre. Tamásfalva az a román határtól 400 méterre helyezkedik el, és igencsak kis település. Mindössze 450 lelket számlál, abból kicsivel több mint 50% a magyar, a többi szerb, tehát eléggé nehéz olyan helyen tiszta magyarnak megmaradni. A tamásfalviakon kívül Torda, Udvarnok, Magyaritabé, Mitrovica, Nyékinca, Ruma és Törökkanizsa képviselői is ellátogattak a találkozóra. A törökkanizsaiak most először vettek részt a hagyományos programon. Nagyon örülök, hogy találkozhatok a szerémségi csoportokkal, délbácskai csoportokkal, akikkel igazán ritkán van alkalmunk találkozni ott Észak-Bánátból. Egész országját a legjobb. A tömbben élő magyar egyesületeknek kötelességük támogatni a szórványban működő csoportokat, hangsúlyozta a főszervező Pál Károly. Sokkal nehezebb körülmények között működnek egyesületek, amelyek helyt állnak és a maguk módján őrzik azt a hagyományt, amelyet mi is próbálunk őrizni, és ezekben a nehéz időkben is én úgy érzem, hogy az, ami nekünk van, azt meg kell osztanunk azokkal, akiknek sokkal nehezebb, mint nekünk itt a tömbben. A szórványtelepülések művelődési egyesületeit felölelő program a Bács-Fekete-hegyi születinapok tradicionális eleme.